Debreceni Dávid. Tudom, meg egy négy interjú. Te azt nézd. Szereti a nőket. Rajongó. Új. Mit tudom én? Egy autogramot. Jaj, ne, erre most nem érdekel. Kérhetek egy autogramot. Nagyon. Jó estét, Debreceni úr. Az unokahúgom. És sokat. Akárki is azért már telt házban. Szobaszerviz. De most először életében... Legyél már nagyvonalúbb! Elég volt, te beteg vagy, Dávid! Tudják, ki vagyok én! Kiderül, mennyire ismeri őket. Azt akarom, hogy írj egy könyvet ezekről a nőkről. 10 nap alatt 10 nővel randizol, mindegyikkel más-más helyszínen. Elbeszélgetsz velük az életükről. Arról, hogy mire vágynak, hogy miért élnek egyedül, és a pasikról. Életemben nem hallottam ekkora hülyeséget, komolyan. Come on, baby, let's go! Csak combra és fenékre gyúrok. Fog meg a fenekem, milyen feszes. Szeretek olvasni, zsoltárokat énekelni. Szűz vagyok. Mit mondtál? Maga szereti a gyerekeket? Anyám szerint róla mit tesznek az oltári nőt? A tantra azt tanítja, hogy a szex egész létünk alapja. Meddig tartunk? Persze azért, ha akad valaki, én nem tiltakozom. Erre nem lehet táncolni! Ne, gyere! Szeretnék tudni, milyen az, ha magamat adok. Igen. Valentin napon. Nincs is időnk komoly kapcsolatban. Az baj. Tarts velünk egy utazásra. A női lélek mélyére. Ez őrültségnek számít. Fenyő Iván. Miért magányosak a nők? Talán már nem lehetek ott mindenhol. 9,5 randi. Február 14-től a mozikban.